őszintén most tegnap kétszer nagyon kihúztam magamat, ma éreztem, hogy nem vagyok annyira friss, és a Gegéhez is oda mentem az edzőmhöz, és megmondtam neki, hogy ha véletlen bekerülnék, akkor is szeretnék visszalépni, hiszen holnap 4x200, ami sokkal fontosabb. És igazából szerintem azért se volt meg, mert nem volt meg az a fókusz, mint tegnap. Igazából csak akartam úszni egyet, és őszintén annyira nem esett rosszul. Ez most erre volt elég, és holnapra összeszedem magam, és jó lesz. Az este ki is úsztuk egyet magunkat, meg úgy tolódott az egész. Szóval 9 óra felé értünk vissza ugye a hotelba, volt egy megbeszélés, utána vacsoráztunk még, meg alapból ilyenkor a szervezetünk is tehát van adrenalinnal, megerőltettük, és nem tudunk olyan hamar pihenni, lefeküdni se, úgyhogy ez kicsit rányomta a bélyeget a mai reggelre, de ez van holnap a 200-as gyorsváltó, amire szerintem azt tudom mondani, hogy mindenki arra készült, mert az a legfontosabb, úgyhogy most itt a délután, hogy pihenjünk, és holnap frissen odaálljunk. 4x200-as gyorsváltóban milyen reményekkel kezdtek? Hát nem szeretnék előre is semmit mondogatni, de nagyon remélem, hogy tudunk itt a magyaroknak is, és a többi nemzetnek is egy nagy meglepetést okozni. Ezt én éremnek fordítom le. Én nem mondtam semmit. Egy ilyen csapat megbeszélés egyébként miből áll? Tehát egyéni sportból nyilván váltó vagytok, de amit lehet tudni esetleg? Most ugye itthon vagyunk nagy a csapat, ezért van az, hogy minden nap van egy kisebb megbeszélés. Amúgy nem mindig szoktunk minden nap tartani, de egyébként megbeszéljük, hogy ki mit úszik, hanyas futamba, mik esetleg az elvárások, váltőszállítások, technikailag mikre kell figyelni. Igazából ezek szoktak így elhangzani a megbeszéléseket.